Na jó, anya, még nem játszunk olyan régóta, de most cserélhetnénk szerepet, Léci. Én leszek a királynő, és te pedig nem leszel sehol. Mi? Két is fiúra játszunk. Nem lenne, hogy most más csináljunk egy kicsit? Nem a... Hogy micsoda? Más játszunk? Soha! Én hercegnőset akarok csak játszani. És most pedig, anya, te fogságban leszel. Hogy mi? Ez azt jelenti, hogy nem mertek ki a szobából? Ó, ne. Ó, úgy látom, jól lejátszotok. Akkor jó szórakozást, Claudia, én átmegyek Stefánhoz, rendben. Hogy mi? Dehogy mész, Martin. Inkább azon mesterkedj, hogy kiszabadít a színen, okés? Hm? Hogy micsoda, drágám, hogy te nem akarsz Emmával játszani, és inkább lelépnél? Ha, még mit nem. Csalódtam benned. Hé, hey, muszáj ezt ilyen hangosan, és miről beszélsz egyáltalán? Felháborító. Martin, elég? Na mentem, játsszál szépen a kislányoddal. Oh. Ezt nem hiszem el. Mi volt ez a színjáték? Se baj, Martin, ezt még visszakapod. Na, jó. Na, anya, elég már, te vagy a fogoly most. Jó? Na szép, hát itt Emma ágyában elég kényelmetlen, és mégis meddig? 3 napig vagy tovább? Ha? Ez a 3 nap jól hangzik, anya, addig vagy fogságban. Na, megyek és eszek valamit. Éhes vagyok. Ó, tök jó, apa elment, Hanna sincs itthon, anya és Emma fent játszanak, és enyém a tévé, és azt nézhetek, amit akarok. Na, lássuk. Na és persze, az egész családi pizza az enyém. A legszebb nap ezen a nyáron. Mindjárt sírok. Jaj, olyan jó. Nem, Julián, neked ki kell szabadítanod anyát a gonosz hercegnő karmai közül? Nem, Emma, szó se lehet róla, ma anyával játszol, én nem vagyok itt, oké? Okay? Hm? Á, szuper, Emma, megharcoltam a gonosz hercegnővel, és végül elengedett, hát nem klassz? Ha? Ah, tök jó. Hé, hey, anya, mit csinálsz? Te fogságban vagy? Na, dehogy is. Lebeszéltem a hercegnővel, és elengedett. Rájött, hogy nincs miért fogba tartania, inkább és más sejtene fogságban. Ó, oh, ez szuper, akkor Julián, most te leszel az új fogoly. Ez jól hangzik, bizony, Julián. Indulás különben nem lesz jövő héten zseppénz. Ezt mondta a gonosz hercegnő. Jaj, nem már, anya, tudtam, hogy ez lesz. Ó, oh, nem ér. Hopp, Julián, haladjál, mert különben felmérgesíted, és... Amúgy is méges és dühös a hercegnő. Na, siess, akkor hamarabb szabadulsz. Na jó. Jó van, gyerekek. Játszatok csak szépen. Hát persze, mert akkor neked kéne játszod amúgy, ugye? Ugyan már, kicsim, ne legyél ilyen mérges. Ó, de jó, hogy kiszabadultam. Julián, haladjál már, mérges a hercegnő nagyon. Jó van, megyek már. Úgy a fene, egye már meg. És a filmem? Nem nézhetem a filmem. Ha... Emma, biztos, hogy az ágyadba kell feküdjek? Ez nagyon kényelmetlen nekem, olyan picike ez. Hát ez normális, Julián. A börtönök nagyon picikék, tudod? Jó, akkor értem, miért nem akart anya itt maradni, mert ő se fért el itt. Na mindegy, hagyjuk. Oké, itt vagyok, a börtönben, az ágyadban. Na, és most mi van? Ha? Hát most addig kell itt maradnod, amíg a hercegnő azt mondja. És ez bizony eltartott egy ideig. Meg lehet, nem is fog hozzászólni senki, úgy 3-4 napig biztos nem. Na, mit szólsz hozzá? Hát persze, 3-4 napig egy ágyban feküdni? Soha! Hát már bocsi, Julián, de ezt nem te döntöd el, hanem a hercegnő. Bizony, úgyhogy csak várj. Na jó, nekem mindegy. Tudod mit, inkább alszok egy jót. Bizony, legalább kipihenem magam. Nagyon álmos vagyok már most. Ha, nem fogsz innen kiszabadulni soha. Hé, most hol vagyok? Az előbb Emma ágyába voltam. De mi ez itt? Ha? Én vagyok a hercegnő, és nem fogsz elmenekülni innen a kastélyomból. Ó, tudom már, ez egész egy jobb is menekülős játék lehet. Na szép, mindegy, úgy is kiszabadulok innen. Azt tuti. Wow, ez tényleg egy hatalmas kastély. Se baj, minden még könnyebb lesz kiszabadulni, nyugi. Üdvözlöm, hercegnő, Julián vagyok. Örülök, hogy itt lehetek, de már nem sokáig. Minek örülsz? Ez nem szórakozás. Nem fogsz innen kijutni, azt garantálom. Ó, ugyan már. Én mindenhonnan kijutok, hát ennek a mestere vagyok, nem, de... Na, akkor lássuk, hogy akarsz megmenekülni innen?
Hát ez pofon egyszerű, így szépen lemászok, tök könnyű. Hé, ezek meg kik ezek itt? Ők a kis utonállók, a hatalmas póni és a barátja a nagy panda medvefej. Mégis mit gondoltál, hogy ilyen egyszerűen kijutsz majd innen? Oké, jól van. Lehet akkor valami feladványt kell megoldalom. Na, mondja csak, panda. Na de, hogy lesz itt tovább? Aha, hogy ott kell majd a lépcsőkön lemenni? Na de hogy? Hát így, hogy elállták az utat, nem lesz könnyű lemenni. Ugrani meg csak nem fogok. Na de várj, mi az ott? Ez valahogy nem illik ide. Rá kell állnom? Mi ez, egy portálógép? Nézzük csak. Ó, látom már, oda kell menni, ahol kezdtem, és ott is van egy lépcső, vagy mi. Aha, nem hiszem el, már is megoldottad az első feladványt. Ó, igen, és annyira nem is bonyolult. Na nézzük csak, hercegnő, mi lesz a következő feladvány? Hát nagyon tetszik nekem ez a játék, komolyan. Tök jó. Ez nem igaz, még hogy tetszik neki és élvezi a játékot. Azt nem hiszem el. Egy kicsit veszélyesnek néz ki a helyzet, na de ez nem probléma. Na nézzük, egy nagy ugrás. Egy, kettő, ó, és megcsináltam ezt az ugrást. Ó, szuper. És így tovább, szépen lefelé. Na, ez megint nagy távolságra lesz. Na nézzük. Ó, jó ideg ez a lépcső. Ó, tiszta jeges. Na de mindegy, megcsináltam. Haha. De hisz, profi vagyok. Na, lassan kezdek pánikolni. Ilyen sokáig még senki nem ért el. Na jó, én inkább nem pánikolok, mert az nem tesz jót. Nézzük csak a következőt. Húha, ez kemény. Ott hiányzik egy lépcső. Pontosan ott. Jó, nem már. És ott látok valamit odalent. De nem baj. Julián, most csak koncentrálnod kell. Minden okés lesz. Megcsúsztam. De fáj. Megütöttem magam. De kár, már azt hittem le fog esni. Na mit szól, hogy játszom? Nem rosszul azért, ugye? Megcsináltam ezt is. Ha? Na milyen? Mi ez itt? Fúj. Minden ember álma egy slime tenger. Álom? Hát ez nem álom. Azt hittem valami nagyon meleg vagy hideg jön most. Na mindegy, van itt egy pár kő, vagy nem tudom mik ezek, csak szépen végig sétálok rajtuk. Au, ez jéghideg. Húha, mindjárt kész, és meg is csinálom. Gyerünk, mindjárt kim vagyok. Szuper, úgy de hideg. Nehogy azt hidd már, itt fogsz maradni, nem és sehova. Dehogy is, megcsináltam. Szuper. Már csak ezen a lépcsőn le kell menni. Tök jó, hogy ilyen átlátszó a lépcső, így mindent lehet látni. Megcsináltam, megnyertem. Tök jó. Emma büszke lesz rám, az biztos. Nagyon ügyes voltam szerintem, ugye? Hát ez nem lehet igaz. Mégis hogy lehet, hogy ez a kis törpe megmenekült? Na de várj csak, van nekem egy nővérem is, majd ő is fogságba fog ejteni.